Elnök úr, tisztelt ház, ha röviden szeretném véleményezni az előttünk fekvő előterjesztést, azon túl, hogy az valóban jó irányba mutat, és a mögöttes ideológiai szálai adott esetben támogathatók, akkor azt mondanám, hogy számok kellenének. Nem elég ugyanis azt mondani, ahogy Lázár János úr elmondta az expozéban, nagyon helyesen egyébként, hogy itt 30 milliárdos és 20 milliárdos adóbevétel kiesésről lehet szó. Ugyanakkor az előterjesztésben ezek a számok nem húzódnak, meg nem találhatók meg, a mögöttes szakértői számítások sem. Én bizonyos szempontból megértem azt a rohamtempót, most ebben az egy esetben, amivel ezt benyújtják, hiszen valóban, ha ennyire önkritikusak, hogy úgy gondolják, hogy az önök által felpuhulhatna ez a javaslat, nyilván a saját képviselőik általi módosító indítványok befogadásával, akkor ha önök is úgy érzik, hogy ez a veszély fennáll, akkor ez a veszély vélhetően valós. Azt is látnunk kell ugyanakkor, hogy az adóbevétel kiesése önmagában nyilván nem lehet egy hátráltató tényező. A probléma azzal van, hogy amellett, hogy a számok és háttértanulmányok hiányoznak, valami történhetett itt most, ebben az utóbbi időszakban, hiszen az utóbbi két és fél évben ez a témakör, amikor mi felvetettük, nem élvezett akkora nyitottságot, mint amekkora nyitottsággal most tudunk végre erről a témáról beszélni, és ezt mindenféle cinizmus nélkül mondom, ezt a konstruktivitás jegyében mondom, viszont azt látniuk kell, és be kell látniuk, hogy a korábbiakban az adók megemelésével nem érték el a célt, tehát ezt a piacot érintő korlátozó intézkedéseik kudarcot vallottak, különben mi szükség lenne erre az új intézkedésre. És azt is látnunk kell, hogy arról sem látjuk a számadatokat, hogy mi történt, amikor korlátozták az úgynevezett játékgépek piacát, ez milyen hatásokkal jár. Nyilvánvalóan sokkal könnyebb lenne elhinni azt, amit előttünk van, és bizalommal adni a szavazatunkat hozzá, hogyha tökéletesen alátámasztott számsorok, statisztikák és szakértői tanulmányok támasztanák ezt alá. Így csak a feltevés és a remény marad, hogy adminisztratív eszközökkel és tiltással vélhetően hatékonyabbak lesznek, mint az eddigiekben, ugyanakkor erre semmiféle garanciát nem látunk. Hogy felpuhul a javaslat saját képviselőik által, még egyszer mondom, ez a probléma valós lehet. Emlékezzünk csak vissza az úgynevezett hamburgeradóra, ami hamburgeradóként indult, és 3 nap alatt valami meglepő és látványos lobby erőnek köszönhetően már chipsadó lett belőle, hiszen pont a legnépszerűbb láncolatok, legnépszerűbbnek gondolt élelmiszerfajtái maradtak ki belőle. Tehát ha ilyenfajta felpuhulástól félnek, én ezt meg tudom érteni, hiszen az önök praxisában fordult már elő hasonló. Viszont azt is végig kell gondolnunk, hogyha a szerencsejátékok által okozott károk elhárítására kiszámoljuk, hogy mennyit költünk, akkor be kell látnunk, hogy a függőség önmagában ettől a tiltástól nem szűnik meg. Tehát akkor egy komplex csomagban kell gondolkodni, akkor az alternatív pénzszórási módozatokat is meg kell szűrni, meg kell szüntetni. Erre a szociális kártya, mint említettük, kiváló lehetőséget nyújt, hiszen pontosan arra egy jó eszköz, hogy a szociális transzferek irányítottabban jussanak el azokhoz, akik alanyi joga által, vagy akik részére kiutalták azokat. A szociális kártyánál jobb megoldást erre még nem találtak ki. Tehát ha valóban az az ideológiai cél húzódik meg ezen előterjesztés mögött, amiről itt szó volt a korábbiakban, miszerint építsük le, valamelyet szorítsuk vissza ezeket a függőségeket, és a szociális transzferek jussanak oda, akiket illetnek, akkor azt mondom, hogy nyilvánvalóan egy támogatható dologról van szó, és nyilvánvalóan, hogy önök is a szociális kártya országos bevezetését támogatni fogják, vagy legalábbis tárgyalnak róla. Különben a saját szavai között feszülne olyan óriási ellentét, ami feloldhatatlanná válna. Tehát azt lenne a legfontosabb megválaszolni, hogy van-e szélesebb értelemben vett szociális transzfereket megmozgató cél ezen előterjesztés mögött, vagy pedig valamilyen okokból ezt az egy piaci szegmest választották ki, ahol vélhetően rendet akarnak tenni, vagy pedig erőből átalakítani ezt a piacot. De, hogyha az a cél, hogy a készpénzrendszer kiutalása helyett valamelyest célzatosabbá tegyük ezeket a transzfereket, akkor bizony itt és most ebben az általános vitában lehetne, és kellene beszélni nem csak a szociális kártyáról, hát legalább ekkora szociális transzfereket tisztító, piac tisztító és normálisan irányító célt érnének el, mondjuk a családi pótlékrendszer átalakításával. Mondok egy nagyon egyszerű példát, mi lenne, hogyha magasabb családi pótlékot lehet adni, mondjuk abból a forrásból, hogy csak az édesanyja 18 éves korától adnák azt a családi pótlékot. Ha az édesanyja 13 éves, akkor nem. Mi történne ekkor? Nyilvánvalóan letisztulna ezen pénzforrások elköltési lehetőségeinek köre, hiszen jobbára csak a felelős gyermekvállalást tanúsítók körébe és kezébe jutna el ez a pénz, nem pedig azok számára, akik megélhetési okokból teszik ugyanezt. Tehát nagyon sok felé el lehetne indulni ezen a területen. Én arra szeretnék itt választ kapni, hogyha az előterjesztő által számok hangzottak el,
akkor ezek a számok miért nem köszönnek vissza az előterjesztésben? Ha önök tiszta és kikristályosodott ideológiai háttérrel bírva tették le ezt az asztalra, akkor ez ugyancsak miért nem tükröződik vissza az előterjesztésben? Még egyszer mondom, a roham munkát ezen egy esetben megértem, hogyha a kormányzat saját maga is bevallja, hogy a saját képviselőitől puhulna föl ez a javaslat, de válaszoljuk meg ezeket a kérdéseket, válaszolják meg kérem, hogy van-e szociális transfereket megtisztítani szándékozó ideológia az egész tervezet mögött, vagy csak egy piaci szegmens újrafelosztásáról van szó. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt Ház, az a bal sejtelmem igazolódott be, hogy sem a Pátri István, sem Szilágyi György képviselőtársaim nem kapják meg az őket érdeklő válaszokat. Adott esetben az árszóban egyes utalásokat majd talán megkapnak, amikre reagálni már nem tudnak. Tehát megint csak bebizonyosodik az, hogy ilyen vitastílussal nehéz. Sokkal egyszerűbb lenne nyílt kártyákkal játszani, és most itt szépen megvitatni ezt az egész témakört, hiszen elvileg ezért ülünk itt. Nekem csak három kérdésem lenne. Az első, ugye az Agyva György Gyula képviselőtársammal diskuráltunk itt erről, hogyan fogják felderíteni az illegális kutyaviadalokat? Hiszen ne tagadjuk el azt, hogyha valaki szenvedélybeteg vagy függő, ez a függőség az egyik módozat betiltása után szét fog terülni. Másfajta módszerek, másfajta eszközök, másfajta szenvedélyek felé. Ez sajnos mindig így működött a világban, bárcsak ne így működne. A trafik törvénnyel kapcsolatban sem gondolja, gondolom itt senki, hogy önmagában emiatt bárki le fog szokni a dohányzásról, mint ahogy két bekezdést ugyan abba az előterjesztésbe is beleraktak, látszólag a fiatalok védelme érdekében, de gyakorlatilag egy piaci szegmens újra felosztásáról volt szó. Adódik a kérdés, hogy nem ugyanerről van-e szó jelen esetben is. A második kérdés, honnan lesz munka és életcél helyben, a vidék Magyarországán is, hiszen ezzel vissza lehetne szorítani bizonyos fajta, hangsúlyozom, csak bizonyos fajta és típusú szenvedélybetegségeket. Ha lenne vízió, ha lenne jövőkép, ha meg lehetne maradni helyben, ez már egyszerre rendvédelmi, szociográfiai és politikai kérdés is. A harmadik kérdés pedig, ki fog az egész országban munkát követelni a szociális támogatásokért, transferekért cserébe. Tehát ha arról szólna ez az előterjesztés, amire kiutalt egy-egy szóval az előterjesztő, hogy legyen vége az ingyenebédnek Magyarországon, akkor ezt tudnánk támogatni. De nem arról szólt feltétlenül, és nem kristályosodott ki teljesen, hogy arról beszélünk itt, hogy valóban irányítottabb szociális támogatásokat foganatosítsanak Magyarországon, vagy pedig egy piaci szegmenst akarnak újra felosztani. Tehát ezek a kérdések feszülnek válaszért. Nagyon bízom benne, hogy ezeket a válaszokat meg fogjuk kapni. Köszönöm a figyelmet.